Az idei szezon harmadik versenyére indultak a postagalambok az elmúlt hétvégén, ezúttal Csehországba, Cinovecbe. Ez körülbelül a légvonalban 320 kilométer, 320-350 kilométer, attól függ, hogy ki honnan küldte a kerületből. Körülbelül itt a 400 galambot rakottunk be. Az immáron 70 éve kezdetben egyesületként, majd 4 éve civil szervezetként működő helyi sportgalambász szövetség jelenleg a Szőnyi város részben, a TS udvarban kényszerül folytatni tevékenységét. Működésüket az utóbbi időszakban nem csak a vírus miatti helyzet, hanem egykori sporttársuk a közösség egyik meghatározó tagjának elvesztése is mélyen érintette. Puszta József a társaság mindenese volt, évtizedeken át biztosította a helyszínt számukra. Halálát követően azonban a sporttársaknak eddigi szeretett helyükről költözniük kellett. Eddig a gyűjtés nem itt zajlott, hanem édesapám még családi házába, de mivel ő meghalt 2 évvel ezelőtt, ezért most változtak a körülmények, és így ide ebbe valahol megoldást kellett találnunk. Nagy örömükre az elmúlt időszakban az önkormányzattól ígéretet kaptak, miszerint a város segítőkezet nyújt, és biztosít számukra egy kedvező helyet, ahol működésüket folytatni tudják. A Szőnyi Bikaistállónál megpróbálnak nekünk helyiséget biztosítani, egy kis felújításra szorul ez a dolog, amikor az kész lesz, akkor oda át szeretnénk költözni. Pusztai László meglátása szerint az egykori Bikaistálló megfelelő lenne a klub számára, mivel itt a galambászgyűlések és órabontások alkalmát az esős időjárás sem akadályozná. Minden héten kétszer egyik hétvégén gyűjtés van, gyűjtjük a galambokat, akkor is szükségünk van a helységre. A hét elején meg a galambok kiértékelése zajlik, és azt ugyanitt tudjuk csak megoldani most ebbe a esetbe. Augusztus elejéig folyamatosan vannak galambversenyek minden hétvégén, különböző távolságokra, a 100 kilométertől az 1000 kilométerig mennek a galambok, és utána ősszel még a fiatalok galamboknak is tartunk végülis versenyzési lehetőséget. Őnekik 5 út van, 5 hétvége, az szeptemberbe kezdődik, és október elejéig tart. Ez az autó szedi a galambokat. Most itt ennek a nagy autónak ide egyszer egy olyan helyet kell keresni, ahol meg tud állni, nem zavarja a közlekedést, és akik a galambokat hordják, azok meg mindenki autóval, vagy egy tagunk az kerékpárra hordja a galambokat. Elég nagy terület kell, hogy parkolni tudjanak, és a galambok begyűjtését, hogy el tudjuk végezni. Ezáltal mindenképp egy nagyobb területre van szükségünk. Az 1949 óta folyamatosan működő egyesület jelenleg 26 tagot számlál. Most 26 fővel működünk, de van Koppánymonostorról, Szőnyből, Komáromból, Igmándról van egy tagunk, Szákszentendről van egy tagunk, meg Dunaalmásról is van egy tagunk. Úgyhogy most azért a környezet, sőt még egy Tatárról is, a környező településekről is itt gyűjtik be a galambokat. A társaság múltja meghatározó, az elért eredmények tükrözik a sporttársak kitartását és sportszeretetét. Tagjaik számos versenyen, országos bajnokságokon kiemelkedő eredményeket értek el. A komáromi napokon Anker Alfonz emléktábláját megkoszorúzva hajtanak fejet egyesületük néhai alapítója előtt. Számtalan iskolai, óvodai rendezvényen galambreptetéssel színesítenek egy-egy programot. Hagyományosan serlegekkel díjazzák a különböző távokon nyert galambok tulajdonosait. Május 1-én megrendeztük a komáromi napok versenyét. Sajnos a díjakat a Covid miatt még mindig nem nagyon tudtuk kiadni, de a múlt hét szombaton egy szűkebb körülmények között kiosztottuk. A komáromi napok versenyét Kovács Gábor nyerte, második Gyimesi Péter, harmadik Sándor Zoltán, negyedik Kecskés András, ötödik László Lajos lett. Szűk körben átadták a tavalyi évben elmaradt díjakat, illetve a szenior bajnokság 3 helyezettje is díjazásra került, ahol László Lajos a dobogó legfelső fokára állhatott fel, második lett Pogrányi Pál, harmadik Kecskés András. A Postagalamb Egyesület tagjai szeretettel, napi rendszerességgel gondoskodnak galambjaikról. Madaraikat tréningeztetik, hogy azok április és szeptember között részt tudjanak venni a színvonalas postagalamb versenyeken.